Szépen fejlődnek a szőlőszemek a fürtökön, mutatja Pécsi Egyetem főborásza. Nemrég olyan cikkek jelentek meg, hogy idén csúszik a szüreti időszak, egy-két héttel későbbre kerül a termés leszedése. Azonban Ipacs Szabó István szerint a korábbi években kezdődött hamarabb ez az időszak. Rendkívül korai szüret volt, tehát nem szabad azokat a szüreteket vennünk alapul, mert azok voltak a koraiak, és én azt gondolom, hogy most az idei évben egy normál szüreti időponttal számolhatunk. Így a születkezdés is inkább augusztus 15-20 környékén az igazán korai fajtákkal, és inkább szeptember elején fog majd elindulni a klasszikus fajták szürete. Valóban hűvös volt a tavasz, ami nem tett jót, majd jött a meleg, amikor felgyorsult a szőlő érése. Egy minimális lemaradásban van most az érés, de csak a korábbi évekhez képest, mondja a szakember. Ez a helyzet a Pécsi és a Villányi borvidéken is a főborász szerint. Villányon 2400 hektáron termel szőlőt, ott lösztalaj van, és a lösz elég jól tárolja a nedvességet, úgyhogy ott még elenyészően lehet találkozni aszálykárral, de azért látszik a szőlőkön, hogy szeretnének több nedvességet kapni. Viszont kétségtelen, hogy azért a jobb évjáratok mindig a szárazabbak, és a szüreti időszakban egy kismértékű aszály stressz a minőségnek jót tesz. A mennyiséget pedig a született követően, akár csak igazán a minőséget azt követően tudjuk megmondani. A kellő mennyiségű csapadék és a napsütés akár 25-30%-kal emelhet a termés minőségén, akár néhány nap alatt is. Ezért nem lehet előre jósolni, vagy Szabó István szerint. Magyarországon egyébként 2,5-3,5 millió hektoliter közötti bormennyiséget állítanak elő évente. Ez nagyban függ a körülményektől.